Ismét megnyerte a Hugonnai Vilma általános iskola a határtalanul pályázatot, így idén 19. 7. osztályos diák utazhatott el Erdélybe. Az idén Arany János életútját követtük, ez már a 4. alkalom, hogy részt vettünk a határtalanul pályázaton, és meg is nyertük. A 4 napos kirándulás előtt felkészítő órákon vettek részt a diákok, hogy minél több ismerettel induljanak neki a nagy útnak. Voltunk Nagyszalontán, ott meglátogattuk Arany János szülőházát, és voltunk a múzeumban is, ahol körülvezethettem a tanárokat, az osztályt. Voltak ilyen puzzle-ök, amiket közösen ki tudtunk rakni. Voltunk Szamosújváron, ahol a Rózsa Sándor síját megtekintettük, és mondtunk ő verset is. Talán elmentünk Apáczai Cseresírjához, ahol ott is felmondtunk egy verset. Miközben utaztunk, nagyon sokat beszélgettünk, és nagyon boldogok voltunk, hogy itt lehetünk, mert nincs olyan sok lehetőség, hogy eljussunk ilyen helyekre. Mikor voltunk ilyen kis piacokon például, akkor ott is nagyon kedvesen fogadtak minket, és nagyon jó volt. Vásároltál valamit? Hoztál haza ajándékot? Persze, hoztam karkötőt, nyakláncot, minden ilyen ékszert, amit a családnak, vagy akár barátaimnak tudok adni. A Felegváltat az a legjobban, nagyon sokat másztunk, meg ugye mentünk. Nagyon szép volt ugye a kilátás. Voltunk a botanikus kertben is, ott nagyon gyönyörűek voltak a virágok. El tett szabadon nézni őket, sok is sok képet csináltunk. A szállásunk a Kolozsváron volt, egy vendégházba. Az nagyon jó volt, nagyon kényelmes volt, nagyon jó volt ott is. Étel is nagyon finom volt Kolozsváron. Kutatások bizonyítják, hogy az élmények által megszerzett tudás sokkal tovább megmarad az ember fejében, mint a száraz magolás. Így közelebb kerülhettek az irodalomhoz és a történelemhez. Nagyszalontán meglátogattuk az Arany János Múzeumot, ahol interaktív módon ismerkedhettek meg Arany Jánossal, és így talán a tudásuk jobban rögzült, motiváltabbá válhattak. Május 15-én egy élménybeszámoló keretében élhették át újra a diákok az Erdélyi út szépségeit.